Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! 75 esztendővel ezelőtt tavasszal kezdődött meg a magyarországi zsidóság gettóba zárása és haláltáborokba deportálása. Bonyhád életében jelentős változást hozott a holokauszt, hiszen 1200 polgárát veszítette el a város. Rájuk emlékeztek a holokauszt emléknapján. 75 évvel ezelőtt áprilisban a magyar közigazgatás hadható segítségével Észak-Kelet-Magyarországon és Kárpátalján létrejöttek az első gettók. Hamarosan további 150 kezdte meg működését. Az volt a szerepük, hogy gyűjtőhelye legyen a kiirtásra ítélt magyar zsidóságnak. Bonyhádon ebben az időben jelentős, közel 2000 izraelita vallású ember élt. Köztük 1200-at a pécsi gyűjtőhelyre vittek. Hogy alig 3 hónap alatt, 1944 április közepe és július eleje között német adatok szerint összesen 437.402 fő zsidó gyűjtsenek össze, hogy aztán tehervagonokba zsúfolva, több száz kilométert utazva a végállomás valamelyik haláltábor legyen. 147 szerelvényből az Auschwitzba tartó utolsó vonatok egyike vitte a bonyhádi zsidókat a halálba. Rájuk emlékeznek minden esztendőben. Hiszen bár ma már csak az emlékük és néhány leszármazott él, a bonyhádi zsidóság mindennapjainak emlékei ma is szerves részét képezik a város mindennapjainak. A zsidóságnak a jelenlétét Bonyhádról ugye megpróbálták eltörölni, de az a fejlődés, amit a város átélt a zsidóságnak a megjelenésétől kezdve egészen a úgymond elüldözésükig vagy meggyilkolásukig, az letagadhatatlan. Tehát akár gazdasági életben, akár a kulturális életben, akár a sportéletben, nyilván ez vissza lett metszve erősen 44-ben, illetve 56-ban, amikor szinte teljesen megszűnt a bonyhádi zsidó közösség, de mégis azok az épületek, az a szellemiség, ami ezt a várost addigra jellemezte, az kitörölhetetlenül benne maradt Bonyhádon. Lehet és kell egyáltalán újat mondani 75 évvel a holokauszt után. Hiszem, hogy minden emléknapnak, így a mai nap is szerepe van a jelen és ezáltal a jövő alakításában. Megismerni a múlt valóságát és tanulni a történelemből. Erdő Péter bíboros egy néhány évvel ezelőtti megemlékezésen így fogalmazott. Minden bölcs nép, amely élni akart, tudta, hogy a történelem az élet tanítómestere, hogy az elmúlt korok csodáit és bűneit, szörnyűségeit és szabadulásait el kell beszélnünk az új és új nemzedékeknek. Ez a beszéd pedig nem lehet pillanatnyi érdekek függvénye, hanem csak akkor szabadító, csak akkor mutathat egy egészségesebb, szebb jövő felé, ha a tiszta és teljes igazságot adja tovább. Ma is azért jöttünk össze, hogy elbeszéljük a történteket. Én magamról nem tudom, hogy bármilyennyi részben is zsidó vér folyna az ereimben, de mégis azt a szellemiséget próbáljuk nyilván életben tartani, amit a zsidóság jelentett Magyarországon. Pasita Herman lelkész alkotása az az emlékhely, mely minden bonyhádit emlékeztet a 75 évvel ezelőtti borzalmakra. A lelkész véleménye szerint fontos, hogy azt az értéket, melyet a zsidóság a városért létrehozott, a jelen nemzedéke is értse és őrizze. Az ő munkájuk, az ő életüknek a lenyomata itt van az épületeken, különböző cégekben, amiket ők alapítottak annak idején, és ez fontos, ennek az értékét értékelje a ma generációja, és tudjon olyan immunitást kialakítani bizonyos folyamatokkal szemben, amelyek hasonló diszkriminációra és hát antiszemitizmusra, de más hát idegen gyűlöletre is ösztönöznek embereket. Én hiszek abban, hogy van a vérnek, tehát a kiontott vérnek, amit nyilván nem magyar emberek ontottak ide, sajnálatos módon a magyar közigazgatás hozzájárult a zsidóság deportálása, az összegyűjtéséhez. Ennek van egy átka, hogy így mondjam, amit szerintem a mai generáció úgy tud feloldani, hogy ezzel szemben foglal állást. Tehát az, hogy a történelmet helyesen értelmezi, és ezáltal, hogy ezt kifejezi, vagy így is mondhatnám, hogy bizonyos értelemben bűnbánatot tart az előző generációk tettei miatt, ez változtat ezen az állapoton. Úgy gondolom, hogy mai emberek tettei, mai emberek döntései,
befolyásolják az országnak a jövőjét is, tehát a következő generációknak a sorsát. Azokban a családokban, ahol iskolába készülő gyermek van, a tavasz az iskolaválasztás kérdését is felveti. Az oktatási intézmények a maguk módján segítik a megalapozott döntést. Ilyen döntést segítő nyílt napra került sor a Széchenyi iskolában. Az iskolaválasztás ügye minden család életében jelentős döntés. Különböző érvek dönthetnek. Jó pedagógus, a testvérek által bejáratott szokások, az iskola jó híre vagy presztízse. Minden szülő természetszerűleg a legjobbat szeretné választani. A Széchenyi iskolába érkező szülőket is sokféle motiváció vezette. Kislányom döntött el, hogy ezt az iskolát választja, egyrészt az úszás miatt, meg a tánc, és innentől már csak az volt a kérdés, hogy milyen nyelvet fogunk választani, és azért vagyunk most itt ezen a nyílt napon, hogy akkor végignézzük itt a tanárokat, pedagógusokat, és hogy teljesebb képet kapjak. Emelt szintű testnevelés, ez mindenféleképp is német lesz hozzá. Miért ez? Mert nagyon mozgékony, tehát hogy az energiáját ezt le tudja vezetni. A német pedig azért, mert olyan óvodából jövünk, ahol eddig is németet tanult, és ezt tetszik neki. Nekünk sokadik gyermekünk fog ide járni, és örülünk neki, hogy kapjuk ezt a lehetőséget, mert szerintem nagyon magas szinten foglalkoznak a gyerekekkel, és szeretettel, tehát ami a gyereknek nagyon számít. Ugye óvodából kikerülnek, és idegen környezetbe, abszolút tapasztaltan bánnak a gyerekekkel. Első szülő gyermekünk is itt tanul már az iskolában, úgyhogy nyilván ismerjük a pedagógusoknak, akinek az óráit most látogattuk, és mi szándékkal is jöttünk hozzá, hogy lássuk a nap mint napi munkájukat, hogy tanítják a gyerekeket. A Széchenyiben nagyon büszkék arra, hogy a megfelelő sporterek állnak rendelkezésre. Emellett a meglévő értékrend az, amely sokszor a család minden gyermekét ide vonza. Bízunk abban, hogy a jelenlegi és a leendő szülők megtapasztalják mindazt az értéket, amit az iskola képvisel. Gyermekközpontuság, nyitottság, problémaérzékenység, a legújabb eszközök és módszerek bent az iskolapadban, és rengeteg specialitás, rengeteg életközeli helyzet, ami arra neveli a gyerekeket, hogy lélekben, testben, tudatban megerősödve megállják a helyüket az életbe. A játék és a mozgás nem maradhat el az órákból, még a matematika is könnyebben megy, ha közben megmozdulhatnak a gyerekek. Emellett kiemelten fontos a nyelvtanulás. Nemzetiségi németet lehet az iskolánkban választani, és angol nyelvet már első osztálytól, ami aztán negyedik évfolyamtól emelt szintű angol nyelvoktatássá növi ki magát heti 5 órába, tehát viszonylag magas óraszámba tanulják a gyerekek a nyelvet. Hát azokra külön érzékenyek vagyunk és büszkék, amikor egy szülő ismét minket választ, hiszen az elégedettségét tükrözi. Nagyon fontos a sorrendben, hogy első a gyerek, második a szülő, és ezt mind úgy meg tudjuk majd szervezni elégedettségben, hogy a kollégák is megtalálják a számításukat. Akkor összeáll a hármas elégedettség, ami fontos a szülőnek, és nekünk is, hogy milyen intézményi környezetben, milyen klímában zajlik az oktatás-nevelés. Ahogy az országban mindenhol, Bonyhádon is megemlékeztek a költészet napjáról. A Solymár Imre Városi Könyvtárban egy színdarabot adott elő a Bonyhádi Vörös Marti Színjátszókör és a Hidasi Kultúrparaván Színtársulat. Mi ott csinál mostanság, mit dolgozik, de jut eszembe már, mióta is, mennyi ideje jár ide hozzá? Pontosan nem tudom, talán 5 éve. Tudja, ismét egy tanulmánykötetet írok, de mostan képzelj el a magyarságról, székelységről. Hát az nagyon érdekes. Van, ahol a költészet napját versmondással ünneplik, és van olyan hely is, ahol a kávéért egy verssel lehetett fizetni. Bonyhádon a költészet napját egy színdarabbal ünnepelték. Kaptunk egy felkérést, hogy költészet napja alkalmából készítsünk egy színdarabot. Ez egy versezenés színdarab lesz. A kedvenc verseinkből állítottunk össze egy 45 perces darabot, és a név az kettő társulatot tükröz, de mi egy csapat vagyunk. Most már így 2 éve működünk, és
szeretnénk minél több ilyen alkalmat megragadni, hogy bemutathassuk, amit tudunk, és hogy így egy csapatként megismerjenek minket. Korán várta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt, és most rezge megbánás fogát. Várhattam volna még 10 évet. Datból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, és mostoha, és kirőltem az oktatónak. A színdarabban József Attila versei, Petőfi Sándor versei megzenésítve, Ady Endre versei fognak megjelenni, Radnóti Miklós versek, tehát próbáltunk ugye a magyar költők közül olyan alakokat választani, akik nagyon ismertek, illetve ahogy már említettem, a mi kedvenc verseink fognak megjelenni benne. A színdarabban a társulat tagjai a kedvenc versüket adták elő. A versek mellett a zene és a zenés versek is nagy szerephez jutottak, a közönség a Kávészünet zenekar által megzenésített költeményeket is hallhatta az előadáson. Az én kedvenc versem József Attila születésnapomra, ez benne is lesz a színdarabban, illetve Petőfi Sándornak az Itt van az ősz, itt van újra című versét a Kávészünet zenekarnak a megzenésítésében hallhatják majd a nézők, illetve a szintén a Kávészünet zenekartól több mai kortárs költőnek a megzenésített versei lesznek a darabunkban, mivel hogy a színdarabunknak a címe versek tejjel és cukorral, és ez egy kávéházi jelenet lesz, így úgy gondoltuk, hogy a Kávészünet zenekar nagyon találó, és nagyon szeretjük az ő megzenésített verseit. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak, forrásim, zöld fáim kiszáradt. Tavaszon vígságon téli búra vált, régi jó világon méltatlanra szállt. Ó, csak lillát hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos éveket. Karja közt a búkat elfelejteném, s a gyöngykoszorúkat nem irigy. Kép más, más kép címmel nyílt kiállítás a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Sütő György kiállításában a 21. század társadalmi problémáira mutat rá, képeiben saját magát ábrázolja különböző formákon és ábrákon keresztül. Gondoltam, hogy mivel mindegyik képben valójában saját magamról szeretnék beszélni, gyakorlatilag egy önarcképet festek más-más módon, más-más színekkel, más-más vonalakkal, technikával. És úgy gondoltam, hogy ez a cím a legmegfelelőbb ennek a tárlatnak a megnevezésére. Láthatói takvarel, ceruza, airbrush, tempera, tehát igazából ez egy legalább 15 évnyi időtávlatot felölelő sorozat tulajdonképpen. Kb. Másfél évvel ezelőtt találkoztam a Tihanyi Bálint Zsuzsa által vezetett képzőművészeti csoporttal, és onnantól kezdve a tagjukká váltam. Azóta sokkal aktívabban alkotok, rajzolok, festek, ami jön. De igazából már korábban is művészkedtem, rajzoltam, sőt 2005-ben a Kaposvári Művészeti Főiskolára is felvételt nyertem.
inkább a szürrealista kifejezésmódot kedvelem. Szeretem az élő, illetve az élettelen dolgokat ötvözni, mint hogy a képeimen is ugye ez nagy mértékben látszik. Szeretem az élénk színeket, szeretem kihangsúlyozni az ember, a fáradt, sérülékeny embert a technológia világában, és hát igazából ezt a kontrasztot próbálnám a képeimben is ugye megmutatni, ezt a feszültséget, ami az emberben, az ember lelkében támad, technológiai művilág okozta szürke hétköznapok világában. Sütő György alkotásaiban szívesen dolgoz fel aktuális témákat. Ilyen például az abortusz kérdése is. Eléggé aktuális a téma, ugye abortusz kérdés, és úgy gondoltam, hogy ezzel a képpel leginkább meg tudom ragadni ezt a témát, hogy valahol próbáltam a születés előtti, illetve a halál utáni állapotot megragadni, és ezt ötvözve próbáltam összehozni ebben az alkotásban. Ezzel is felhívva a figyelmet az abortusz okozta problémára, ami napjainkban nagyon-nagyon aktuális. Közösen tartották idei évi borversenyüket a Völgységi Hegyközség és a Tolnai Borvidék borászai. A versenyen 111 mintából kerültek ki a győztes nedők. Összegyűltek a bortermelők Bonyhádon. A borversenyre összesen 111 mintát adott be 22 termelő. Ebből 42 üveg fehér bort, 56 üveg vörös bort és 13 üveg rozét neveztek be a versenyre. A Tolnai Borvidéknek 3 hegyközsége van, de a Völgységi Hegyközségből küldték az utóbbi években mindig a legtöbb mintát a borvidéki borversenyre, ezért gondoltuk, hogy az idén egy kicsit más formában a Völgységi Borversennyel együtt tartjuk meg, és annyiba is változtattunk a lebonyolítási szisztémába, hogy az eredményhirdetés egy vacsorával zárul, hogy a termelők üljenek le, beszélgessenek egymással egy kicsit többet. Azok a termelők jönnek el, akik a boraikat benevezték, ezt tulajdonképpen, ha nézem, Bonyháttól Dunaföldvárig voltak termelők, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki részt vesz az eredményhirdetésen is. Látszik, hogy ennek a borvidéknek a fajta összetételében, amiket versenyre küldtek, a mostani igényeknek megfelelő, tehát piacos jófajtákat teremtettek a szőlőtermelők. A megmérettetésen a Völgységi, a Paksi és az Északi-Tolnai Hegyközség termelői vettek részt. Akadt olyan is, aki a visszajelzések miatt nevezte be a borversenyre borait. Száraz vörös borokat termelünk, bruttó 7 hektár területen, vagy 7,5, és kékfrankos a túlnyomó része, mondjuk a fele a területnek, ezen kívül Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon fél-fél hektára, Merlot van körülbelül másfél hektár, és a többi fennmaradó rész pedig Blauburger, nagyon minimális cvágát, meg a felmenőim tulajdonkölt ilyen vegyes. Hát azért neveztünk a versenyre, mert hát jó az, hogyha az ember tudja, hogy hol tartanak a borok, hogy a visszajelzések alapján, mit mondanak a bírálók, mit mondanak a meghívott vendégek. Esetleg egy-egy jó tanácsot érdemes megfogadni, hogy a jövőben mi mindenkire változtassunk, vagy milyen irányba kellene elindulnunk, és piac szerzés miatt. 7 fajta bort hoztunk, azt hiszem, javarészt fehéreket, egy száraz rozét és schillert. A mi vidékünkre ugye a fehér, ami jellemző. Én úgy gondolom, hogy azok megállják a helyüket itt a Tolnai Borvidék borversenyén. Bonyhád-Varasdi ültetvényen hagyományos a zöld beltelini királylányka, Rajnai Riesling, Tevelés Aparhanton, Chardonnay,
tramini szőlőfajtákat. A borversenyen a borok közül 17 nyerte el az aranyérmet, 14 kapott ezüstérmet, és 4 nyerte el a bronz minősítést. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!